Megkapó, különleges, középkori hangulatot áraszt már messziről is a várkastély Nyírbátorban. Írásos emlékekben először 1433-ban említik bátori nemesi telkeit, mégpedig a Krisztus teste nevű kápolna közelében, vagyis pontosan azon a környéken, ahol később az ásatások feltárták az 1500 körül újjáépített várkastély maradványait. A két épület elhelyezkedése eleget tesz annak a korabeli nézetnek, miszerint a templom közelében kell lennie az udvarháznak. István Vajda ezt bővítette ki a 15. század végén. Először 1549-ben tesznek említést a várkastélyról, mely ekkor még jelentős szereppel bírt. De a 18. századra már erősen romos állapotba került. Még ekkor is volt azonban használható része, amiből magtárt hoztak létre. Habár a több emeletes magtár épületet átalakították a 18. században, az mégis sokkal régebbinek hat. Bizonyítja ezt a dongoboltozatos, hevedelekkel megerősített pincéje, de ezt támasztják alá az emeleten található méteres vastagságú falak is. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1985-ben műemlékké nyilvánította az épületet, így a rendkívül rossz műszaki állapotban lévő északi palota az ország egyik legjelentősebb, késő gótikus emléke lett. A bátori várkastélyt 2006-ban újjáépítették, ennek köszönhetően ma már látogatható is, hiszen az a korabeli kastély egyetlen olyan részlete, ami felmenő falaiban középkori maradványokat őriz. Várkastély önmagában is különleges. Ehhez az adottsághoz azonban jelentősen hozzájárul az is, hogy panoptikumot rendeztek be a belső tereiben. Az egyik hatalmas teremben például a kenyérmezei csata elevenedik meg. Megismerhetjük Bátor István erdélyi vajda alakját, de megjelenik Kinizsi Pál és 15. századi magyar, illetve török katonák. Egy terepasztalon pedig maga a kenyérmezei sík és a két sereg áll elő. Kis makett katonák vívják meg újra az 1479-es ütközetet, amelyben sikerült legyőzni és megállítani a hatalmas oszmán hadsereget. Különös jelentőséget ad az ütközetnek az, hogy alig 50 év múlva Mohácsnál esélytelen volt a magyar had. Lobogók is kikerültek a falakra. A másik terem már sokkal szomorúbb éveket elevenít fel. Itt az a korszak jelenik meg, amelyben az ország három részre szakadt. Nyugati oldalon a Habsburgok uralkodtak, középen a törökök, míg a keleti ország részben, Erdélyben önálló fejedelemség alakult a bátoriak és Bethlen Gábor vezetésével. Ebben a teremben látható többek között Fráter György viasz figurája, aki politikai tevékenységével megpróbálta stabilizálni Szapolyai János és családjának helyzetét. De hiába a sok alkó és tárgyalás, 1551-ben gyilkosság áldozata lesz. Érdekes tény, hogy éppen Nyírbátorban köti meg János Zsigmond édesanyjának, Izabellának nevében, de tudta nélkül azt a titkos megállapodást Habsburg Ferdinánddal, amelyben neki ígéri a keleti tartományokat és Erdélyt kárpótlás fejében, és azt, hogy a Szapolyai család elhagyja Erdélyt. Ezzel természetesen magára haragította Izabellát. Az emeleti tér egyik termében vérfagyasztó élményben lehet része a látogatóknak. Megismerhetjük Báthori Erzsébetet, akiről már életében horrorisztikus legendák láttak napvilágot, manapság pedig film is készült. Az egyik installációban például vérben fürdik egy kádban, szolgálója pedig hűségesen önti az utánpótlást.
A háttérben megkínzott lányok láthatók. A monda szerint ugyanis az erőszakos és vad Erzsébet egy alkalommal egyik cselédjét úgy megütötte, hogy annak kiserkent a vére, egy-két csepp pedig a kezére esett. Majd Erzsébet úgy látta, hogy a vértől megszépül a bőre. Ekkor döntött arról, hogy megöli cselédjét és más lányokat is, hogy vérükkel szépüljön. A középső installációban az látszik, amikor megvádolja Thurzó György Erzsébetet a vámpír királynőt boszorkánysággal és eretnekséggel. A másik oldalon pedig férjével, Nádasdy Ferenccel kéz a kézben látható. Cselédjei kémvallatás után bevallották, hogy minden igaz, amelyet Erzsébetről híresztelnek. Őket halálra ítélték és mágián kivégezték. Erzsébetet pedig tárgyalás és ítélet nélkül befalaszták. Ott halt meg, borult elmével, 50 évesen. A középső térben képet kaphatunk arról, hogy mit tettek a középkori őseink. Tudni lehet, hogy naponta kétszer, délelőtt 10 óra körül és délután 6 óra körül étkeztek. Elsősorban a környék erdeinek, mezőinek, növényeiből, állataiból készült ételek kerültek az asztalra. Fácán, hal, csirke, alma, szőlő, körte, ezeket fogyasztották 500 évvel ezelőtt a nemes magyarok. A középkori Magyarország históriájában kiemelkedő szerepet betöltő Báthory család eredete a 11. században nyúlik vissza. A majdani főágból származó Bereck, a család megalapítója, 1279-ben 4. László királytól adományként kapja Báthor birtokát. Ettől kezdve Nyír Báthor és a Báthory család története szorosan összekapcsolódott. Ahogy nőtt a Báthory család politikai, gazdasági hatalma, úgy lett egyre jelentősebb mezőváros Nyír Báthor is. A Báthory család történetének megismeréséhez elengedhetetlen a család címer története, amelyhez szorosan kapcsolódik a sárkányok legendája. Az ecsedi láb sárkányáról szóló monda voltak éppen a Báthory család eredetmondája is. A legenda szerint az ecsedi láb mocsarában egy sárkány tanyázott. Élt akkoriban egy Vid nevű vitéz, aki elhatározta, hogy megöli az ecsedi láb sárkányát. Vid lement a mélybe, és meg is ölte a szörnyeteget buzogányával. Hogy a hős vitéz bizonyságát vigye tettének, kitörte a sárkány három fogát. A király megjutalmazta a tűzokádót legyőző Videt, ennek jutalmául nyerte el azt a birtokot, amelyet ma már Nyír Báthorként ismerünk. Ebből a három sárkányfogból alakult ki a Báthory féle sárkányos címer. A történelmi Báthory család a 14. századtól kezdett kiemelkedni, és két fő ágra, az ecsedi és a somlyai ágra bomlott. Az ecsedi ág birtokai a Felvidéken és a Párciumban helyezkedtek el, míg a somlyai ágé Erdélyben. Az ecsedi és a somlyai ág utolsó férfi tagja, Báthory Gábor 1613-ban hunyt el. Vele együtt pedig kihalt a nemesi Báthory család. Emlékét azonban méltó módon őrzi a Báthory várkastély Nyír Báthorban. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.